Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! A Városi Kispályás labdarúgóbajnokság első osztálya a 8. forduló mérkőzéseit játszotta a héten. Az idén remekül szereplő Blue Hétfő a bajnoki címvédő Csép plusz V-vel találkozott. Nézzük a mérkőzést! A Városi Kispályás labdarúgóbajnokság 8. fordulójában Csép plusz V Blue Hétfő. Tehát a tavalyi címvédő és a tavalyi 10. helyezett a pályán jelen pillanatban. 7 forduló után a jelenlegi bajnokságban a Csép plusz V a 7., míg a Blue Hétfő a 3. helyen áll. Fehér mezben a Blue Hétfő, jobbra balra, míg a Csép plusz V bordó mezben. Ellentétes irányban most ott ívelte előre éppen a labdát. Mayer azonban elesett a 6-os vonalnál, nem történt szabálytalanság. Róka tette tovább a labdát, aztán Müller Csaba szelídíti meg. Egy új játékos, egy friss igazolás a Csép plusz V gárdájában. Szalai Csaba 10-es számmal. Ez a Szalai Csaba, aki jelenleg a Bodajk nagypályás ND2-es együttesében játszik. A Videotonban is szerepelt 118 ND1-es mérkőzéssel a háta mögött most a kispályán. Az már a múlt heti fordulóból kiderült, hogy a Bodajk az őszi időnben kitűnően vezeti csoportját az NB2-ben, és mivel hogy ott már téli szünet van, illetve holt idény, így a nagypályás játékosok átruccantak a kispályára, és itt a Szalai Tamás, illetve Szalai Csaba is, elnézést. Szalai már most a labda. Müller. Valdrai Péter szerzett labdát, aztán gyorsan el is vesztette. Horváth Zoltán. Nem értették meg egymást. Müllerrel egy kényszerítőt próbáltak véghez vinni. Némiképp Szalai érkeztével átrendeződött a csípőszé felállása, formációja. Horváth Zoltán, aki többnyire hátul ténykedik. Most az első a jobb oldali ég pozícióját foglalja el. A kapuban, mint ahogy ezt már megszokhattuk, Diszli Péter. A Csép plusz V hálóőre. A Blue Hétfő az idei bajnokságban kiemelkedőt nyújt. A múlt fordulóban, a 7. vesztették el veretlenségüket. Egészen addig csak győzelmeket és egy döntetlent számoltak. Még nem. A Fedél Kft-től szenvedtek 6-3-as vereséget. A Csép plusz V-nél hullámzóbb teljesítményt produkál. 7 mérkőzésből 4 győzelmet és 3 vereséget produkáltak eddig. 12 pontjuk van 19-19-es gólkülönbséggel. Ahogy azt már mondtam, a Blue Hétfő jelenleg a 3., miközben Fésűnek kellett védenie, Müller Csaba lőtt kapura. Azonban pont azonosságban második a Bombon volt, és mindkét együttesnek 16-16 pontja van. A Bombonnak azonban jobb a gól különbsége. A 4. percben járunk, 0-0 a mérkőzés állása, különösebb gólhelyzet még nem igazán volt egyik kapu előtt sem. Müller lőtt kapura, és Fési Péter mentett szögletre. Közelében Mayer László.
László a labda mögött. Át a túloldalra Szalai, kapáslövés jobbal a kapu mellé. Müller Csaba fejeli vissza. Mayer ott. Bierbauer lépett ki. Róka. Egyenlőre a csépűszi aktívabb, többet birtokolja a labdát, és kapura is veszélyesebb, most éppen Pott Sándor fejelt nem sokkal a ketrec fölé. A tavalyi bajnokság 22. fordulójában a két csapat egy egyes döntetlent játszott. Egy igen kiélezett mérkőzésen. Müller most a labdával. Mayer kapja. A Csíkuszi mindenképpen javítani akar most mérlegén, hiszen az elmúlt fordulóban már-már demoralizáló 6-1-es vereséget szenvedtek, mégpedig a Bombom Bolttól. Bóka. Mayer mellett ment el Bóka középre is. Az első Blue hétfő helyzet a kapufáról. Hagyta el a labda a játékteret. Liszi Péter azonban még beleért. Ő segítette a kapufára. Horváth Zoltán. Ott. Bierbauerről ment ki. Szöglet. 7. perc 0-0. Horváth Zoltán sarokkal belegrői Ferencért a labdába. Szalai Csaba mellé ismét egy kapáslövéssel próbálkozott. Elkerült a kaput lövése. Kummer. Belegrai, Bierbauer. Ott. Szalai. Müller át tudja hámozni magát három fehérmezesen is, és Szalai Csaba az első mérkőzésén megszerzi az első gólját. A 8. percben a Csíkuszi tehát 1-0-ra vezet. A gólszerző pedig Szalai Csaba. Horváth gyorsan elvégzett bedobással. Amit lámbal végeztek el. Tudom, hogy ez egy képzavar, de ez a kis pályában előfordulhat. Horváth Ferenc, a Csíkuszi csapatkapitánya. A mérkőzés előtt azt mondta, hogy a televíziós közvetítés számukra rosszul ment, hiszen az idei bajnokságban két találkozójukon is, amelyiket közvetítette a televízió, a Fehérvár televízió, mindkétszer vereséget szenvedtek, egyszer 3-0-ra, másszor pedig 3-1-re kaptak ki. Elnézést, helyesbítenem kell. Horváth Ferenc mégsem emlékszik igazán jól, hiszen egy vereség és egy győzelem a tévés meccsek aránya. A Kupecát 3-1-re verték a bordómezesek. Fésű jött ki kapujából és előre fejelte. Ott.
Szalai. Gisztlinek hátra. Tizedik perc, 1-0-ás Cseh plusz félvezetés. Müller. Gisztli. Mayer jött érte. Kijebb húzódik most a Blue hétfő. Mayer. Müller. Hummer lépett ki jókor. Belegrai. Szalai. Ott Szalai kapja vissza. Müller szép. Ez egy nagyon szép támadás volt, és okos gól. Müller Csaba a gólszerző, és így már 2-0 a Cseh plusz V előnye. A 11. percben járunk. Birbauer. Hummer. Bóka. Szalai lépett ki, Belegrai még. Még csípte a labdát. Müller előre, Horváth mellett leteszi Mayernek, aki egyből lő a kapu fölé. Belegrai Péter. Fejeli ki. Mayer. Szalai. Gisztli egészen kimerészkedik kapujából a 9-es vonal elé. Ott íveltek középre. Fésű előzte meg Szalait. Mayer László bedobása következik a 13. percben, és még Szalai Csaba a kiválasztott játékos. Birbauer Norbert a labdával. Belegrai. A másik Belegrai, Belegrai Péter vitte volna tovább. Szerelték őt azonban. Viszlő. Müller. Birbauer lökött a levegőben. Így szabad rúgással folytathatja a játékot a Cseh plusz V. Ketten Müller, aki választotta ki a kapu mellé lőtt, azonban beleért egy fehérmezes játékos, így szögletett Cseh plusz V javára. Mayer, fésű véd. Aztán a kidobás, túl hosszú, Gisztli Péter egyből vissza. Ott, Mayer. Ott nem futott tovább. Így oda a lehetőség. Hummer vezeti fel a labdát. Birbauer, illetve Belegrai Péter. Bóka. Hummer. Jól viszi el. Birbauer. Könnyedén szerelték. A Horváth Zoltán fordul. Müller. Mayer. Majd Szalai. Müller. Mayer nem tudott lefordulni őrzőjéről, Birbauerről. Ugye a Blue hétfő vezethet támadást. Bóka. Már a félpályánál megállítják hétfő támadását. Egyenlőre a Cseh plusz V
jobb játékot mutat. Jobban játszik, mint ellenfele, és jobban játszik, mint önmaga a korábbi hetekhez képest. Igaz, még csak a 15. percben járunk. Egy szabad rúgás kifelé. Horváth Zoltán szemben szabálytalankodtak a hétfő játékosai. Májer. Disznik. Ott. Müller Csaba még elérte a vonal előtt. Kummer. Bóka. Májer lépett ki rá. Bóka tartja, és végül Májer lábáról hagyja el a labda a játékteret. Bölgás a hétfőnek. Müller szelidíti meg a labdát. Aztán sarokra próbálta visszapasszolni. Belegrai, Bóka. Szalai. Horváth. Májer. Egy lövésre vállalkozott. Kummer Bálint azonban belelépett a lövésbe. Ott. Májer lökte el Kummert. A játékvezetők sípja néma maradt. Birgauer, még mindig ő, be középre, és oda a lehetőség. Senki nem ért bele a labdába. Kummer fejelte vissza egyből. Grácer jól tartja. Horváth. Szalai. Szalai. Müller üveli előre. Horváth Zoltán egy látványos mozdulat. A labdát azonban nem találta el. Perc, két gólos csíp plusz V előn. Bóka. Ott volt szabálytalan. Borgé. Belegrai Ferenc. Bóka. Szépen vitte tovább. Még mindig tartja. Borbé csúszik be, nem történt szabálytalanság. Borbé. Kocs Sándor lépett ki. Kummer. Borbé. Jól védekezik nagyon a Csík Luszvé. Blue Hit egyelőre nem tudja magát áthámozni ezen a védelmi vonalon. Borbé. Kummer. Bóka. Jól vette észre a lyukat a két játékos között. Belegrai Péter azonban nem tudta lekezelni a labdát. Szalai. Horváth. Kummer szerezte meg. Bóka. Bedobás a Csík Luszvé javára. Szalai. 20. percben járunk. 2-0-ás címvédő vezetés. Szalai. Ott. Fésű lépett ki a kapujából. Jó érzékkel. Vas. Szép volt a csel. Aztán végül Szalai szerelt.
Ott lövése bordéről vágódott le. Bóka. Vadászínre szerelt a borbét. Ott. Szalai. Drátszer szögülete. Egészen a félpályáig Szalai Csabához. Ott. Okos megoldás volt. Bukán okoztott ki egy kötényt Kocs Sándor lövésével, és a jobb kapufa tövét találta el a labda. Maradt tehát a 2-0-ás vezetés. Vas. Borbély. Szalai fejjel vissza. Szalai Csaba húzza meg a jobb oldalon. A lövés már nem volt pontos. Kümmel. Szalai tartja bent, Bóka veszi le, aztán egy esernyőcsellel próbálkozik, ami nem jön be. Vadász. Rácer esik, nagyot nem történt szabálytalanság. És majdhogy nem, egy váratlan öngól. Fésű volt bizonytalan a gólvonalon. Szalai. Belegrai Péter. Horváth Zoltán önfeláldozóan csúszik be. Rácer. Ott. Vadász egyből vissza. Bóka szerelt. Szabálytalanul. Szalai végzi majd el a szabadrúgást. Horváth, tovább Szalainak, aztán ebből indulhat a Blue hétfő. Bóka 3-1 ellen és Diszli hárít. Bóka lőtte rá a labdát, és Diszli Péter vetődve tolt a szögletre azt. Középen ketten is érkeztek a fehérmezesek közül. Vas. Két ember között nem tudta beadni. Kirúgás lett a dologból. Addig több mint 2 perc van hátra az első játék részből. 2-0-ra Cséplusz V vezet. Potbedobása Horváth. Drácer, Kummer érkezik vissza. Vas, Bóka, Vas kapja. Aztán elhagyja a labdát, Szalai állt a útját, ott. Elcsúszott a talpa alatt Horváth Zoltánnak. Borbély. Kummer. Horváth Zoltán fülelte le az átadást, Szalai. Ott. Szalai Csaba ismét sarokkal tovább. Nem érkezett játékostárs. Szalai már is hátulterem ott, ahol a labda van. És könnyedén szerelt. Borbély. Ott. Vadász felé. Egy picit volt hosszú a labda. Kummer. Bóka. Vas. Bóka. Borbély sarokkal tovább. Bóka. Bóka, nagy gól. Ez egy szép támadás volt most a Blue hétfő részéről. Tapsot is kap Bóka Csaba. Aki szép így 2-1-re alakítva ezzel az eredményt a 25. percben.
Vadász. Horváth. Brácer. Szalai. Letelt az első 25 perc, tehát a C plusz V2-1-re vezet a Blue hétfő ellen. Fél időt a C plusz V kezdik pillanatokon belül. Szalai. Müller. A Blue hétfőben a második játék részben több változás is történt. Pályán Molnár Gábor és Pénzes László. Szalai. Müller. Mayer. És Molnár Gábor itt között Mayerrel, aztán Vas lőtte rá egy bordómezesre a labdát, így a Blue hétfő dobhat. Hummer. Porbély. Hummer. Horváth. Diszli fejjel. Könnyelmű volt most a csépúszé kapusa. Nem volt belőle gond végül is. Müller. Hát a túloldalra, ott elérte még a vonal előtt. Horváth Zoltán sarokkal tovább. Mayer. Müller. Pénzest csapta be. Aztán Szalai hátra sarokkal egészen kapusáig. Müller Csaba, majd Szalai Csaba, majd Diszli Péter a labda útja. Diszli kirúgása, Horváth Zoltán fejjel vissza Mayernek. Szép játék, Müller, fésülét. Müller Csaba a rövid sarkot választotta, és fésű érezte ezt, szögletre mentett. Müller sarokrúgása, át a túloldalra. Szalai. Kijebb húzza a fehérmezes védőket. Müller viszi tovább. Horváth. Fésű. Müller bedobása. Horváth Zoltán csúsztatott. Elkerülte a kaput, illetve el sem jutott a kapuig. Fejese. Vas. Müller fordulhat. Szalai. Mayer. Müller. Hummer. Molnár. Ketten is támadják, nem tudják tőle elvenni a labdát, jól tartotta meg. Vas, Mayer hátulról érkezett szabálytalanul. Hummer egyből lő a félpályáról a kapu mellé. Huszonkilencedik perc, 2-1-es C plusz vezetés. A 8. percben Szalai, a 11. Müller Csaba, 25. pedig Bóka Csaba volt eredményes. Tehát a Sitmár 3-1 növeli előnyét a C plusz V. Szalai adta be középre a labdát, érkezett Horváth Zoltán, aki egyből a léc alá lőtt. A második félidő 5. percében tehát ismét két gól. A bordómezesek előnye.
éppen azt próbálta mecsetelni a gól előtt, hogy csak Csaba keresztnevű játékosok szerezték a gólokat. Aztán rögtön erre a 30. percben Horváth Zoltán rá is cáfolt. Molnár. Borbély futott. Nem tudta középre kanalazni a labdát. Müller. Mayer. Ott Sándor dobhat. Ott hagyja a labdát Mayernek. Ott. Mayer. Majd ismét Pott. Kummer lépett ki. Mayer bedobása, Kummer Bálint fejelte ki, Pénzes tartja, aztán Horváth elütközik. Molnár. Müller. Szalai. Ott. Horváth. Müller Csaba érkezik, Borbéről vágódik le, és 3-1 ellen. Borbély. Viszlihárít, és vas fejelől Horváth Zoltán ollózza ki a labdát. A játékvezetők pedig szabálytalannak ítélték meg ezt a megmozdulást. Veszélyes játék, hát nem tudom, ezen szerintem lehetne vitatkozni. Szabad rúgás tehát a 6-oson belülről a Blue Heat főjavára. Érzésem szerint Vas Tibor is inkább lefelé hajtotta fejét. Kummer lövi el, levágódik a sorfalról. Borbély. Vas. Pott. Kummer. Pénzes. Ott tartja. Müller. Pénzes László támadta. Szalai. Mayer. Disztő. Pénzes zavarta. Horváth. Szalai. Borbély lépett ki jókor. Molnár és Szalai szerelt, miközben visszafutott, oda piszkált egyet. Vas. Második félidő, 8. perce, 3-1-es Csíkuszi vezetés. Kummer Bálint végezhet el szabadrúgást a Cséplusz-V térfelének közepéről. A lövés elkerülte a kaput, hanem nem véletlenül hozzáért egy bordómezes játékos, így szöglet a Blue Heat főjavára. Molnár a kapu mellé laposan. Maradt tehát továbbra is a 3-1-es Cséplusz-V vezetés. Horváth Zoltán fordul le Kummerről. Borbély érkezett segítőleg. Müller. Szalai Csaba nagy lövés. Elkerülte a kaput. Kummer. Pott. Müller. Pénzes. Borbély kapu mellé.
Disztul kirúgása. Gorbék elő vissza. Pénzes, nagy helyzet. Pénzes eltotajázta. Oda a lehetőség. Felzárkózhatott volna a Blue hétfő. Vas. Molnár. Borbély. Kummer. Miller lépett közbe, és Horváth Ferenc a labdával, aki zöld mezben játszik. A találkozó előtt azt mondta Horváth Ferenc, hogy a zöld mez azzal magyarázható, hogy letelt az eltiltása, és most ismét pályára léphet. Természetesen ez csak vicc. A Bándogos együttesítől kért kölcsön egy szerelést a Csépuszvé csapatkapitánya. Borvé. Pott. Vas. Borvé. Szalai. Horváth. Müller a háta mögé kapta a labdát. Molnár szerelt. Borvé. Jó a csel. Szép labda, és Pénzes László elől Disztrup Péter vetődve ütötte ki. Szép jelenet volt ez is. Pott bedobása. Szalai. Vas szerelte. Szalai Csaba dobta be. Müller Csaba. Fésűnek kellett vetődnie és hárítania Müller Csaba lövését követően. Vas, még mindig ő, kapufa. Disztrup Péter már verve volt, nem a Csépluszét most kisegítette a kapufa. Pott bedobása. Müller. Fésű. Harmincnyolcadik perc. 3-1-es Csépluszé vezetés. Pott, és már 4-1 az eredmény. Horváth Ferenc bedobását követően Pott Sándor fejelt a Blue hétfő kapujának közepébe. Ezzel már 4-1. Pénzes, Vas, Disztul sarkáról szögletre. Pattant a labda. Vas Tibor szöglete, Bóka, Vadász Imréről rágódik vissza a mezőnybe a játékszer, Grácer. Borbé stoppolta le a labdát. Bóka, Pénzes László zavar a kapu előterében, és egy szép gól. Bóka egy higgadt Bóka mozdulattal kapura tette a labdát, ami megzavarta Disztrup Pétert, és ő már csak bejebb tudta segíteni a labdát a hálóba. A második félidő 14. percében, tehát már 4-2 az eredmény a Csépluszvé javára. Bóka második gólját szerezte ezen a találkozón. Disztrup Péternek kellett most hárítani a Borbé lövését. Pénzes. Kirúgást ítélnek a játékvezetők. Vadász Imre felé szállt a labda. Hosszú volt. Vas. Horváth Ferencet csapta be. Aztán Vadász Imre lépett közbe.
Pénzes. Szalai lőtte rá vaslábára a labdát. Kirúgás lett a dologból. Tíz perc van még hátra a találkozóból. 4-2-re a Cséplus élezett. Grácer. Borbély szerelte. Szalai. Horváth bedobása. Inkább rúgja. Nem is volt rossz elképzelés. Birbauer elesett. Szalai azonban nem mozdult a labdára. Borgé. Belegrai Péter. Birbauer. Egészen hátra Fésűig. Vas. Müller vissza. Vadász. Szalai. Müller. Birbauer bedobása. Bóka. Müller Csaba szerezte meg erőszakosan. Vadász. Diszl. Szalai. Borbély. 2-1 ellen. Müller Csaba végül is megoldja. Vas. Bóka. Elcsúszott. De még megtartotta a labdát. Vas Tibor. Müllerről vágódik le. Második félidő 17. perce. 4-2. A Cséplusra javára. Diszl. Birbauerről hagyta el a labda a játékteret. Vadász. Hát a túloldalra pontatlanul lecsúszott a lábáról. Birbauer Norbert dobta haza a labdát. Borbély most már a golyóval, a bőrgolyóval. Egy újabb Blue hétfő bedobás. Belegrai Péter végzi el. Szalai. Ebből indulhat most a Cséplusé. Horváth. Egy lövés Fésű hárít lábbal. Grácer. Szalai egyből a kapu mellé, nem sokkal. Birbauer. Borbély. Jobbal egyből. Elkerülte a kaput a labda. Vadász mellel vette maga elé a labdát. Borbély pöccintette ki az oldalvonalon túlra. Horváth. Vadásznak hagyta ott. Egy fehérmezesről vágódott ki. Ismét. Vadász. Horváth. Vadász ismét. Aztán végül is a Blue hétfő hozhatja ki a labdát. Borbély. Át a túloldalra a Bóka. Jó volt a csel, azonban Molnár, illetve Müller Csaba még spárgázva el tudta halászni. Vas jó lövését most Diszli Péter öklözte ki. Bóka. Müller. Horváth. Egy kötény. Szalai. Szalai Csaba még Müller. És Szalai nem tudta a kapuba juttatni a labdát, ő viszont a hálóban.
Horváth Ferenc pedig megszerzi a Cső pluszé 5. találatát. Ez egy úgymond mulatságos jelenet volt. A második félidő 20. percében tehát 5-1-re, illetve 5-2-re alakítja az eredményt a Cső pluszé. Borvé. Vas. Szalai Csabáról vágódik ki. Szöglet. Müller. Kevesebb, mint 5 perc a hátralévő idő a mérkőzésből. 5-2-re a Cső pluszé vezet. Pot-bedobása, Vadász. Pot, hát a túloldalra a Grácer. Szalai Csaba elől halászt el a labdát, a saját játékos elől, tehát aztán Szalai félfordulásból egy kapás lövéssel kerülte a kapur. Borbé. Vas. Ott lépett ki. Bóka. Birbauer. Kint van. Úgy tűnik most már a Blue hétfő beletörődött a vereségbe. Vas. Borbély. Belegrai Péter szerezte meg a labdát, aztán végül is Pott segített Vadász Imrének. Belegrai lyukat lúg, Bóka pedig nem tudta kapura tenni. Vadász. Mayer. Szalai. Vadász. Kint van. Bóka. Vas. Bóka. Ez csemege volt Kriszli Péternek. Müller Csaba bedobása. Mayer. Müller. Fési. Bóka vezeti fel. Vas. Szalai lépett közbe. Borbé. Birbauer. Nem féltette a lábát. Ott Sándor sem. Müller. Bóka. Belegrai Ferenc indul be, kapná is a labdát, Diszlő Péter azonban megelőzi. Borbé. Birbauer tovább viszi, és jobban a kapu mellé lő. Nagy helyzet volt ez is, a Blue hétfő előtt adódott a lehetőség. Mayer. Szalai. Mayer. A találkozó utolsó percén belül 5-2-es Cső pluszé vezetés. Úgy érzem, Szalai Csaba játéka jó hatással volt a Cső pluszére, a Cső pluszé játékára. Ott
Müller még. Szöblet. Pot végezheti el a sarokrúgás. Szalai Csaba Borbéről vágódik, hogy visszakerül a labda Szalaihoz. Még mindig ő is megszerzi a C+V hatodik találatát. Tehát még az utolsó percre is marad esemény. Szalai Csaba második gólja. Ő lőtte az elsőt, és ő lövi most a hatodikat, talán az utolsót. 6-2 ezzel az 50. percben. Már letelt a rendes játékidő. Borbély. Bóka nem tudja elcsípni a vonal előtt. És ez volt az utolsó momentuma a C+E Blue hétfő találkozónak. A C+E úgy érzem megérdemelten nyert. 6-2 lett a végeredmény. A C+E a bajnoki címvédő együtteséből Szalai kétszer. Müller Csaba, Horváth Zoltán és Horváth Ferenc, valamint Pott Sándor voltak eredményesek, a Blue hétfő oldaláról pedig Bóka Csaba talált kétszer az ellenfél hálójába. Tehát a végeredmény C+E Blue hétfő 6-2. A 8. fordulóban két mérkőzés is elmaradt. A Fedél Kft. Ellen nem állt ki a Bálogos, és a Gallon Kft. Süni és barátai mérkőzés pályaválasztója sem jelent meg a Köfém sportcsarnokban. Lássuk a többi találkozó összefoglalóját. A Klubfec a Turulány összecsapás nagy csatát ígért, és a várakozások be is igazolódtak. A találkozón többnyire a Klubfeca irányított, sok helyzetet dolgozott ki, mégis a Turul szerzett vezetést. A Turulány okos játékával, a maga oldalára fordította a mérkőzést, olykor persze Fortuna Istenasszony is segítségükre sietett. A listavezető növelte előnyét, a Feca pedig szépített, így a végeredmény 2-1 a Turulány javára. A Cooper SC bombombolt összecsapás nem a papírformának megfelelően indult. A csapatok komoly csatát vívtak a mezőnyben, ám a kapuk sokáig nem forogtak veszélyben. A bombont meglepte a 12. helyen álló Cooper határozott játéka. Az első félidő zárása előtt a kékmezesek kétszer is betaláltak Csucsánszkijék kapujába. Fordulás után a Cooper tovább növelte előnyét, és ekkor a fehérmezes bombon magához tért. Többet támadott, felzárkózott, azonban a kontrákra nem figyelt. A találkozót végül a Cooper nyerte 4-2-re. Ez az este úgy látszik, hogy nekünk jobban sikerült, mint a bombonnak. Szerintem meg is érdemeltük, hogy nyertünk, mert úgy érzem, hogy jól játszottunk, és taktikusan főleg végre. Miben voltatok jobbak érzésed szerint? Hát szerintem frissebbek is voltunk, legalábbis úgy éreztem. Meg határozottak, ez lényeges volt a mérkőzés szempontjából. Meglepett benneteket a Cooper játéka? Igazából nem. Erre számítottatok? Minden csapat ellen ilyen játékot gondolunk, hogy fognak játszani ellen. Tehát mindenki fölszívja magát, és ma nagyon jól játszott az ellenfél. Az biztos, én kívülről úgy láttam, hogy rendkívül nagy volt a küzdelem a pályán, azonban majd, hogy nem minden csapat részben felülmúlt benneteket a Cooper. Így igaz. Ez a mai nap ez így volt. A fészeképítők szép hőszeder összecsapás nem akármilyen küzdelmet sejtetett. Nos, a két újonc együttes nem is cáfolt erre rá. A játék iramára nem lehetett panasz, a helyzet kihasználásra annál inkább. A fehérmezes szép hő azért gólra váltott egy lehetőséget, ám előnyét nem tudta megőrizni, egyenlített a fészek. Fordulás után sokszor forogtak veszélyben a kapuk, s többször is a kapufák siettek a csapatok segítségére vagy akadályozására. A fészeképítők fordítani tudott, ám a szép hő gyorsan egalizálta az eredményt, így végül 2-2-es döntetlennel kellett megelégedniük a gárdáknak. Igazságos döntetlen született, hát helyzetek alapján olyan döntetlen szagú volt szerintem a meccs. Sajnos nincs szerencsénk ebben a bajnokságban ősszel, de remélem azért tavasszal jobban szeretnénk. Hogyha a kapufákra kellett volna játszani a mérkőzést, akkor mi lett volna? Nem tudom, sajnos ezt a meccset gólra játsszák. Gólokkal kell tudom nyerni, legalább 10-zel minimum, hát ez a minimum tényleg. Hihetetlen, amit kihagytunk ma, arra más nem tudom mondani. A 10. helyezett Korral egyenrangú partnere volt a megerősödött Mercurius Toursnak. Az első félidőre inkább a küzdelem volt jellemző. Mindkét kapu előtt sok helyzetet alakítottak ki a csapatok. A játékrész végén a Mercurius megszerezte a vezetést. A második félidőben már a piroskikek előnyük birtokában fölényben játszottak, s irányították a játékot. A Korallnak csupán egy szépítő találatra futott erejéből. A végeredmény 3-1 a Mercurius Tours javára. Nézzük a 8. forduló eredményeit. Fedél Kft. Bádogos mérkőzés nélkül 3-0, Klubfeca Turulány 1-2,
C plusz Fé Blue hétfő 6-2, Cooper SC Bombombolt 4-2, Fészeképítők Széphő Szeder 2-2, Gallon Kft. Sűnés barátai mérkőzés nélkül 0-3, Coral Mercurius Tours 1-3. A bajnokság a következőképpen alakult 8 forduló után, továbbra is első a Turulline 21 ponttal, második a Fedél Kft. 17 ponttal, harmadik a Bombombolt 16-tal és negyedik a Blue hétfő szintén 16 ponttal. Ötödik a Mercurius, hatodik a Klubfeca, hetedik a C plusz V, nyolcadik a Bádogos, kilencedik a Sünés barátai, tizedik a Széphő Szeder, és a kieső helyeken jelen pillanatban 11. a Cooper SC 9, 12. a Coral 7, 13. a Fészeképítők 5, és 14. a Gallon Kft. 0 ponttal. Kedves nézőink, ennyi volt a kispálya idei 8. adása. A jövő hét rangadójának a Bombombolt Klubfeca találkozója ígérkezik, melyet kedden 20 óra 30 perckor játszanak a Kőfém sportcsarnokban. Én mára megköszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is, a viszontlátásra!